A tanóra keretében osztották szét a pedagógusok azokat a papírokat, amelyekben a szakminisztériumok tájékoztatják a szülőket a H1N1 oltással kapcsolatban. Emellett arról is nyilatkozniuk kell a szülőknek, hogy engedélyezik-e a gyermekek beoltását vagy sem. A város által fenntartott intézményben, a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában a pedagógusok már eleget tettek annak a kötelezettségnek, ami ezügyben rájuk vonatkozik, mondta el az igazgató. Én most vagyok az első lépéseknél, hogy a H1N1 vírus elleni védőoltást az esetlegesen az iskolás korosztály is megkapja majd. Kiküldtük a tájékoztatót a szülőknek, illetve kiküldtük azt a beleegyező nyilatkozatot itt, amely tulajdonképpen minden védőoltásnál kötelező, hogy a szülő maga dönts el, hogy a saját gyermekét ezzel a vírus elleni védőoltásban részesíti, vagy nem. A gyerekeket azonban már a szeptemberi tanévkezdéstől igyekeznek a pedagógusok megóvni az alapvető higiéniás feltételek biztosításával. A szünet után visszajövő a gyerekeknek a hiányzása nem növekedett, bár máskor is azért természetes, hogy jellemző az osztályok 1-2-3%-ában, hogy hiányoznak a gyerekek, de nincs ugrásszerű növekedés egyelőre. Az iskola az oltás további teendőivel annak tükrében foglalkozik, hogy hányan igénylik majd azt. Amennyiben kéri az iskolaorvos vagy az INTS, akik majd erre ki lesznek jelölve, hogy beadják az iskoláskorú gyerekeknek a védőoltást, hogyha szülői kérésre, abban az esetben mi biztosíthatjuk a helyszínt, de ez is lehet, hogy a szervezés formájában, mint egyéb védőoltásnál is, csak elviszük a gyerekeket, és szervezett formában az adott rendelőintézetben történik meg a védőoltás beadása. A törvény egyébként arra is lehetőséget ad, hogy a saját házi orvosával adassa be a szülő a gyermekének a védőoltást. Az iskola igazgatója elmondta, a tájékoztatási kötelezettségnek eleget tettek, azonban nem kívánnak tanácsot adni ahhoz, hogy a szülők miként döntsenek. A városban található másik két általános iskolában is hasonló a tájékoztatás a H1N1 oltással kapcsolatban. A Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának általános iskolájában az egészségnevelési hónap jegyében az egészséges életmódról tartottak órát a gyerekeknek. Ennek keretében kihagyhatatlan téma volt az, hogy a betegségek kialakulását miként tudják elkerülni, megelőzni a fiatalok. Ezt minden probléma nélkül felsorolták a diákok. Mondjad, Serikén! Szappan, és már itt is van a fertőtlenítős szappan. Így van. Szatmáriné Király Sarolta igazgató elmondta, a tanév kezdetétől fokozottan odafigyelnek arra, hogy a gyerekek az alapvető higiéniás szabályokat betartsák, és ebben segítenek is nekik. A védőoltással kapcsolatos tájékoztatókat a szülőknek pedig eljuttatták. A Miskolci Egyetem Árvai József gyakorló általános iskolájában a tiszta, rendes osztálynál sem maradhat el az alapos kézmosás. Kisné Murányi Andrea igazgató híradónknak elmondta, többek között így próbálják megelőzni a betegségek kialakulását. Emellett a szülői váróban kihelyezett plakátok is a tájékoztatást segítik. Az itt tanuló diákok szülei szintén megkapják majd az oltással kapcsolatos minisztériumi tájékoztatót.